Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás március 19-én. Az első kérdés az lenne, mi foglalkoztatja őt, mik a gondolatai és mik a tervei. Ez a felső kártya megadja rá a választ, és mutatja a nap energiáját. A nap arra vonatkozik, hogy ő magabiztos. Azt is jelenti, hogy valami kitudódik, tehát a nyilvánosságra kerül. Mutatja azt is, hogy az igazságot tudni akarja, és meg is fogja tudni. A gyerekek szimbolizálnak egy új kezdetet. Pontosan ezt mutatja ez a kártya is, valami véget ér, és az jelent egy új kezdetet. A második kérdés az volt, hogy milyenek az ő érzelmei. Bepillantunk az ő érzelmi világába. Ez a kártya arra utal, hogy ő neki megvan most az ereje ahhoz, hogy valami újat kezdjen az életében. Persze arra is, hogy valamit lezárjon. A harmadik kérdés, milyen lépéseket tesz irányotokba, ezt mutatja ez a királynő. Ő uralja a víz elemét, és az érzelmeket mutatja. Tehát ez fontos lesz a következő időkben az érzelmeket mutatni, az érzelmekről beszélni. Ez a királynő mutat büszkeséget és nyitottságot is. A napi energia arra utal, hogy valami véget ér, az lehet egy barátság is, hogy ez elmúlik. Jelentheti azt is, hogy egy régi barát vagy barátnő visszatér az életetekbe. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!